Szabadka központjában a közegészségügyi intézet munkatársai és a politechnikai szakközépiskola diákjai kérdőívezték a járókelőket. A kérdések a dohányzás káros hatásaira irányultak. Én azt hiszem, hogy most már tehát egyre szélesebb körül ennek az ismerete. Tehát azért mi is ezt a kampányt, tehát a doktornők már szervezik itt. Én azt hiszem, hogy 10-14 évvel, szinte minden évvel, és most igazán látszik már ennek a rendszeres munkának az eredménye. Zorica Dragás, a Szabadkai Közegészségügyi Intézet orvosa elmondta, a 2011-es adatok szerint az Észak-Bácskai körzetben elhunyt személyek kevesebb, mint fele halt meg olyan betegségben, amelyek súlyosságát a dohányzás fokozza. Ez még mindig magas százalék, de nagy előrelépés az elmúlt évekhez, sőt évtizedekhez képest, emelte ki a doktornő. A városközpontban kiállított standon a dohányzók egy szál cigarettáért cserébe kaptak egy almát. Emellett a dohányzás káros hatásaival is megismerkedhettek. Ugye én reggel korán kellő vagyok, ezt hallottam már reggel korán az Újvidéki Rádióban, ma dohánynap tilalom van. És akkor úgy volt, hogy a kávémánát most nem fogok rágyújtani. Épp azért sem nem fogok rágyújtani, hogy én is betartsam ezt. És mégis a felel rávitt, hogy mégis az egyet rágyújtotta. A dohányfüstmentes nap alkalmából több helyszínen is tartottak előadásokat. Az események az elkövetkező napokban is folytatódnak Szabadkán.